Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Horváth József biztonságpolitikai szakértő, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Itt van velünk a panel túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Több mint 4 hónapja tart az orosz-ukrán háború, és ebből is rendszeresen elemeztük az eseményeket, most is ezt fogjuk tenni. Hol tartunk most? Ez lenne tehát az első kérdésem, hogy hol tartunk most, mert hogy az a narratíva nagyjából, hogy az oroszok jól haladnak, az ukránok meg mindig azt mondják, hogy de egyelőre nincs szükség béketárgyalásokra, mert majd úgyis vissza fogják szerezni az oroszok által elfoglalt területeket. Igen, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban az orosz-ukrán konfliktusnak egy kritikus pontjához érkeztünk. Tekintettel arra, hogy több mint négy hónap most már ugye eltelt a háború kirobbanása óta, és én most vélem azt látni, hogy az ukrán részről lassan úgy a fegyverekből, mint a jó kiképzett katonákból elfogynak. Tudjuk azt a híradásokból, hogy a üzemanyag kevés, lőszer utánpótlás, alkatrész utánpótlás kevés, és kiképzett katonákat kal sem tudják pótolni az egyre nagyobb veszteségeiket az ukránok, és nem véletlen az, hogy ugye az elmúlt napokban a Szeverodonyecket már feladták, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utolsó utáni pillanatban, hiszen az ukrán vezérkar már hamarabb fel akarta adni, épp azért, hogy a legjobban kiképzett első lépcsős alakulataikat minél inkább ki tudják menteni a bezáró gyűrűből, és a súlyos veszteségeket, vagy a még súlyosabb veszteségeket megelőzzék. És hát most ugye már Liszicsansznál folynak a kemény harcok. Tehát ebből a szempontból én úgy látom, hogy az oroszok stratégiája, amivel itt a keleti régióban elindultak, az lassan úgy ér el sikert, hogy a katonai, technikai, fegyverzeti túlerővel lassan, fokozatosan, de felőrlik az ukrán védelmi vonalakat. Ki lehet azt mondani, hogy Ukrajna a háború elején beletett mindent, és ez nagyjából ennyi, tehát hogy ennél több rejtett tartalék vagy katonai csoda már nem várható? Hát azt mindenképpen ki kell jelentenünk, hogy az ukrán hadsereg minden elemzőt, minden katonai szakértőt meglepve hihetetlen módon helytállt, és a legjobb katonai erényeiket mutatták meg az ukrán katonák, tehát a sokszoros túlerővel szemben is, a technikai túlerővel szemben is hosszú-hosszú ideig tudták tartani az állásaikat. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy elérték a teljesítményüknek a csúcsát az ukránok. Nem véletlen az, hogy most már arról érkeznek a hírek, hogy telefonon kézbesítenek gyakorlatilag behívókat, illetve majdnem azt mondom, hogy vadásszák az embereket, mert az ukrán elnöknek a kijelentése ellenére egyre kevésbé tudják feltölteni az állományt. Ez azt jelenti, hogy a lakosságon belül is már fogy a lelkesedés Ukrajnában? Egyrészt fogy a lelkesedés, másrészt fáradnak az emberek, ami egy teljesen természetes reakció ilyenkor. Harmadrészt pedig tekintettel arra, hogy Ukrajnában azért a háború abból a szempontból már mindenkit érint, hogy még a békés területeken is, és látjuk ezt Kárpátalján, hogy az infláció szágult, elfogynak az állami tartalékok, gyakorlatilag az ukrán állam jó néhány hete már azt kell, hogy mondjuk, hogy csődben van, csak a nyugati segélyek tartják élegeztetőgépen. Nem véletlen az, hogy például Kárpátalján is már az oda érkezett belső menekültek ellátását is felfüggeszti az ukrán állam, és azt mondja, hogy kezdjenek el dolgozni az emberek. Ugyanakkor a munkahelyek is csökkennek, az ukrán ipar nagy része, ami a keleti régióra koncentrálódott, az már vagy elpusztult, vagy orosz kézre került. Tehát nagyon-nagyon nehéz gazdaságilag is a helyzet, ezért is van az, hogy az emberek egyre inkább belefeladnak a háborúba. Láttuk azt, hogy a háború előtt azért eléggé mély ponton volt Zelenszkinek a támogatottsága, majd a háborút követően ugye soha nem látott népszerűségre tört. Mi a helyzet? Tehát ugye az egy érdekes dolog lenne, ha például az emberek annyira elégedetlenek lennének, hogy megbuktatnák belülről a Zelenszki kormányt. Én azt gondolom, hogy erre minimális az esély, hiszen az, aki most
erre vetemette, hogy most egy puccsal megbuktassa a jelenleg regnáló elnököt és a kormányt, az gyakorlatilag egy végső káoszba taszítaná Ukrajnát. Jelenleg a NATO és az Unió meghatározó országainak vezetői egyértelműen Zelenszky és az általa irányított kormány mellett tették le a voksukat. Tehát ha most egy ilyen drasztikus változás történne, akkor akár még egy belső polgárháborús helyzet is kialakulna, ami Ukrajna belső stabilitását illetően végzetes lenne. Ez a polgárháborús helyzet, ez most teljesen kizárt, tehát nincsenek tehát nem a többségben, de hogy nincsenek olyan számottevő ukrán csoportok, akik azt mondják, hogy ezt a háborút már pedig be kellene fejezni? Azért nem teljesen kizárt, mert a kiszivárgott hírek szerint az ukrán vezérkar már jóval inkább hamarabb például ki akarta üríteni Szeverodonyecket, Mariupolt, és meg akarta akadályozni, hogy ilyen súlyos emberveszteségeik legyenek. És itt egy komoly vita van a katonai vezetés és a politikai vezetés közt Ukrajnában. Másrészt gondolom, hogy a katonai vezetés pontosan tisztában van azzal, hogy gyakorlatilag egy tízszeres túlerőben lévő hadsereggel szemben tartották idáig az állásaikat, de a háború végkimenetele szempontjából a realitásokkal a katonák azok tisztában vannak. Kérdés az az, hogy az ő türelmi kitartásuk az meddig tart, és mikor fogy el, és mikor érzik úgy, hogy már nem akarják az embereiket vágóhídra küldeni. Mi a helyzet az orosz oldallal? Ugye ott is lehet azt látni, hogy például rendszeresen cserélnek le orosz katonai vezetőket a legfelsőbb szinten, miközben haladnak előre egy lassú felőrlő háborúval, és ebben is megoszlanak a vélemények, hogy akkor ez most hatékony, vagy valójában túl lassan haladnak. Én azt gondolom, hogy az oroszok részéről az első és második világháború stratégiát látjuk megvalósulni, tehát ez a tüzérség előkészítés, az ellenségnek a gyakorlatilag a fizikai megsemmisítése bármilyen áron, és utána a gyalogságnak csak akkor a területre küldése folyik pillanatnyilag. Ez kétségkívül egy lassabb, ám de az eredmények azt mutatják, hogy mégiscsak célra vezető stratégiája. Az pedig, hogy a katonai vezetőket valóban így van, hogy az elmúlt 3 hónap során most már a harmadik garnitúrát cserélik. Én azt gondolom, hogy itt kiderül az, hogy az orosz vezérkar tábornokainak egy jelentős része vagy mentálisan nem alkalmas a vezetésre, vagy pedig szakmailag nem alkalmas rá. Tehát egy háborús helyzet azért ilyenkor kirostálja az embereket, hiszen ott is emberek dolgoznak vagy szolgálnak, és hát nyilvánvaló, hogy a békeidőszakban könnyű katonának lenni, és amíg csak szájkaratéban kell erősnek lenni, addig mindenki nagy hős. Aztán kiderül, amikor oda kerül, hogy nem megfelelő a képzettsége, nem megfelelő a fizikai állapota, nem megfelelő a mentális állapota. Tehát én azt gondolom, hogy most a orosz legfelső katonai vezetés is egyfajta tesztem megy keresztül, és látjuk, hogy sokan könnyűnek találtatnak közülük. Mi a helyzet az Ukrajnának szállított nyugati fegyverekkel? Ugyanis Ukrajna folyamatosan mondja, hogy sokkal gyorsabban, sokkal több fegyverre lenne szükség. A nyugat meg látszol a kommunikációban mindent megígér, de mi a valóság? Mert úgy tűnik, mintha késnének a fegyverek, és nem is kapna Ukrajna annyi mennyiségű fegyvert, mint amennyire szüksége lenne. Igen, én azt gondolom, hogy a háború első szakaszában a nyugati felajánlások még arra koncentráltak, hogy a volt szovjet érából gyorsan olyan fegyvereket juttassanak el az ukrán hadseregnek, amelyeket gyakorlatilag azonnal mindenféle átképzés, kiképzés nélkül tudnak használni, és a harcrendjükbe beilleszteni. Ez azzal is járt, hogy ezeknek a fegyvereknek egy jó része úgy érkezett meg Ukrajnából, hogy gyakorlatilag használhatatlanok voltak. Hiszen hallottuk híreket arról, hogy például németektől a volt NDK hadseregnek olyan leselejtezett eszközeit küldték el, amelyek már a tárolás során gyakorlatilag használhatatlanok voltak. Most a második szakaszban azt látjuk, hogy a nyugatiak részéről már jóval modernebb, hatékonyabb fegyverek szállításának az ígéretei azok megvannak. Egy kis részük
Én azt gondolom, hogy az ígéreteknek talán egy 10% az, ami beérkezett, és ennek a beérkezett fegyverzetnek egy még kisebb része az, ami már elérkezik a frontvonalakra. Tehát az tény és való, hogy az ígéretekhez mérten még jóval kevesebb az a fegyver, amely effektíve bevetésre kész állapotban ott áll, és az ukrán hadsereg kiképzettségben is használni is tudja ezeket a modern fegyverrendszereket. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy Ukrajna az idővel fut versenyt pillanatnyilag, hiszen minél később érkeznek meg ezek a fegyverek, annál kisebb az esély rá, hogy még föl tudják őket használni. Lehet-e azt tudni, hogy van-e az orosz hadseregnek azzal kapcsolatban elképzelése, hogy meddig kell lezárni a háborút, és egyáltalán milyen szakaszokban kell lezárni, hiszen látjuk, hogy most nyár van, de aztán jön az ősz és a tél, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán ilyenkor az időjárási viszonyok mennyire befolyásolják a hadműveleteket? Én azt gondolom, hogy a nyár végéig, tehát mondjuk szeptember közepe, szeptember vége, október elejéig az oroszoknak optimális esetben el kell érniük azokat a stratégiai pontokat, amelyeket el akarnak foglalni, mert utána már az időjárás esősre fordul, az ősz során a nehéz fegyverzettel nem lehet úgy mozogni, tehát onnantól kezdve még inkább, hogy mondjam, befagy ez a konfliktus. Igen, miért nem lehet a nehéz fegyverzettel mozogni, kérdezem ezt teljesen kívülállóként, tehát, hogy esőben nem úgy mozog, vagy tehát, hogy mi az oka ennek? Hát azért, mert ezeknek a harckocsiknak, a nehéz páncélos csapatszállító eszközöknek, a lövegeknek a jó részét azért nem közúton szállítják, nem közúton folyik egy háború. Tehát már pedig akkor, hogyha az ősszel felázik a talaj, egy sok-sok tonnás harckocsi, az ha elsüllyed, ott már a fizika törvényei kezdenek el működni, hiába ott a sok lóerő és a páncélzat gyakorlatilag megbénulnak a mozgásukban. Ezért aztán még a rossz idő beállta az ősz, esős ősz beállta előtt ezekkel a nehéz fegyverekkel, ami területet az oroszok el szeretnének foglalni, azt optimális esetben nekik eddig meg kell tenni, mert utána addig, míg a fagy olyan keményre nem válik, hogy újra lehet mondjuk a szántóföldeken mozogni, a hadsereg az le fog bénulni. Akkor ez azt is jelenti, hogy ön szerint őszig befejezik ezt a mostani kelet-ukrajnai területekre irányuló hadműveletet? Hát a béke szempontjában azt kell mondjam, hogy ez lenne az optimista forgatókönyv. Természetesen nem az ukrán kormányzat, vagy az ukrán állam szuverenitása szempontjából, mert az, amit viszont az ukrán elnök mond, hogy ők minden területet vissza fognak foglalni, és minden egyes várost, ez egy nagyon szép és nagyon tisztességes célkitűzés, ám a valóság, én úgy gondolom, hogy ezzel szembe megy. Következő években azokat a területeket, amelyeket az oroszok elfoglalnak, jól látható, hogy már integrálják gőzerővel Oroszországhoz, rubelt vezetik be fizetőeszközként, az orosz telekommunikációs rendszereket ültetik át, az orosz állami gazgatás kezd el dolgozni. Én azt gondolom, hogy a katonai műveltekkel párhuzamosan Oroszország megkezdi egyrészt ezeknek a területeknek az integrálását, egyfajta népszavazási procedúrával igyekeznek majd ezt legitimálni, másrésztől pedig igyekeznek majd egy olyan ütköző zónát kialakítani a megszállt vagy általuk elfoglalt területek és az ukránok birtokolta országrész között, amely mondjuk, ha beérkeznek a modernebb nyugati fegyverek, akkor is legalább legyen egy 10-15-20 kilométeres ütköző zóna, ami által meg tudják védeni magukat és a polgári lakosságot.
Az mennyire valószínű, hogy annak érdekében, hogy ne lehessen kimondani azt, hogy Oroszország győzött, valahogy mégiscsak elhúzzák a háborút úgy, hogy akár egy-egy területeken még zajlanak hadműveletek, ugyanis a nyugati kommunikáció még mindig az, hogy Ukrajnának van esélye, hogy meg lehet nyerni ezt a háborút, és ez elég kemény arcvesztés lenne a nyugatnak is, hogyha be kéne ismerni, hogy Oroszország nyert. Igen, itt ebben a háborúban gyakorlatilag senki nem nyer, mert az oroszok hiába foglalnak el jelentős területeket Ukrajnából, és az orosz nemzetiségű lakosságot, hogy úgy mondjam, a ukrán szélső jobboldali nacionalisták támadásaitól megvédik, ugyanakkor nem sikerül nekik, úgy tűnik, hogy Zelenszkijt és a nyugatbarát ukrán vezetést elmozdítani a hatalomból. Ez az oroszok számára egyértelmű kudarc lesz. Ugyanakkor az ukránok számára sem látom én annak a reális lehetőségét, hogy középtávon, akár 5-10 éven belül is visszafoglalhatnák az oroszok által megszállt területeket. A nyugatiak részéről pedig úgy gondolom, hogy egyre inkább azért azok a realista hangok is megjelennek, például az Egyesült Államokban is, de Nyugat-Európában, és akik azt mondják, hogy le kell ülni és tárgyalni kell az oroszokkal, és Ukrajnának akár területi engedmények árán is, de békét kell kötnie. Mi várható Putyin esetében erről az egészről? Putyin dönt? Tehát az, hogy milyen engedmények vannak esetleg, ha egyáltalán vannak engedélyek, mikor jelentsen be győzelmet, azt Putyin fogja eldönteni, vagy van neki olyan stábja, aki ebben segítséget tud nyújtani? Nyilvánvaló, hogy az orosz elnök mögött van egy nagyon komoly tanácsadói stáb, egy igen mereven hierarchizált struktúra, amelyből látjuk azt, hogy a beszélgetésünkbe érintettük, hogy számos katonai vezető könnyűnek találtatott az elmúlt hónapokban, és kiesik ebből a belső bizalmi körből. Ugyanakkor a hírek szerint és az eddigi tapasztalatok szerint, ha az elmúlt 20 évét nézzük, jó 20 évét Putyin elnök vezette Oroszországnak, akkor azt kell mondanom, hogy a végső szót azt Putyin elnök mondja ki. A tekintetben biztos vagyok, hogy mikor érzik úgy, hogy elérték a katonai politikai céljaikat és megállítják az orosz hadsereget. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy Putyin elnöknek a kezében van a döntés gyakorlatilag 100%-ban. Lehet-e arra számítani, hogy a különböző gazdasági szankciók és embargók valóban hatnak Oroszországra? Ugyanis eddig úgy tűnik, mintha nem hatnának, sőt inkább a szankcionáló országokra hatnának, de van-e olyan pont, ami már Oroszországnak is fáj? Nyilvánvaló, hogy középtávon lesznek olyan szankciók, amelyek Oroszországnak is fájnak, hiszen tudjuk azt, hogy például olyan gépalkatrészek, számítástechnikai szoftverektől kezdve a high-tech berendezések utánpótlásáig, azok nem érkeznek meg, az Oroszországnak fájni fog. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az energia embargóval az sikerült elérni, hogy Oroszország gyakorlatilag az elmúlt évekhez képest megduplázta az árbevételeit. Másrésztről úgy tűnik, hogy Ázsia felé megkezdik átpozicionálni az orosz energia és nyersanyag szállításokat, ezáltal az kínai, indiai és más feltörekvő iparú országok korlátlan felvevő piacként jelentkeznek az orosz nyersanyag kincs felé, viszont ha ez Európából kiesik, annak a jeleit mi is látjuk már, nem csak az elszabaduló árakban, hanem abban is például, hogy Németországban a német vegyipar zászlós hajója, a BASF már bejelentette, hogyha nem érkezik huzamosan megfelelő földgáz, akkor a német vegyipar az első között fog lehasalni, és annak beláthatatlan következményei lesznek. Látni azt most a világ vezetőinél, hogy egyrészt van egyfajta ilyen erkölcsi kommunikáció, másrészt meg van egy pragmatikus szándék, de a kettő az nagyon összeegyeztethetetlen, miközben Oroszország körül meg új szövetségek, új pénzügyi szövetségek szerveződnek. Mennyire alakítja át a világot a látszólag orosz-ukrán konfliktusnak nevezett valami, ami talán több, mint egy orosz-ukrán konfliktus?
Önnek tökéletesen igaza van. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a szemünk előtt zajlik a világnak a változása. Új szövetségi struktúrák köttetnek, régiek válnak jelentéktelenné, illetve új kihívók jelentkeznek a világpolitika asztalánál, és régiek, és ide vegyük sajnos Európát, Nyugat-Európát, a régiek pedig lassan, de biztosan, ha még ha fokozatosan is, de jelentéktelenednek el. Ázsia jön föl, látjuk azt, hogy ennek a konfliktusnak az igazi haszonélvezője az elsősorban Kína, másosorban pedig India. Ki lehet mondani Kínáról azt, hogy ő hintapolitikát folytat, és egyelőre kivárja, hogy ebből az egészből a Nyugat vagy Oroszország jön ki győztesen? Mondhatjuk ennek is, de én azt gondolom, hogy inkább a kínaiak azt a fajta pragmatista, realista politikát folytatják, ami gyakorlatilag a kínai politikára sok-sok évtizede jellemző, azzal, hogy gyakorlatilag a kínaiak látják azt, hogy a következő konfliktus zóna az köztük és az Egyesült Államok közt lesz, ezért aztán igyekeznek ebből a konfliktusból, még ha a szavak szintjén igyekeznek ki is maradni, de Oroszországot azért a háttérből hathatósan támogatják a kínaiak úgy anyagilag, mint az említett technológiai transferekkel, amely, hogy nyugatról kiesik, akkor a kínaiak már tudják pótolni. Harmadrészt pedig a kínai ipar újabb lendületet vehet az orosz energia és ásványkincs vagyon Kína felé való átterelésével, ami ezzel párhuzamosan pedig gyengíti a nyugati szövetségeseket. Annak mi az oka, hogy az európai országok nem tudják kihasználni az ebből adódó előnyöket, vagy nem tudják érvényesíteni a nemzeti érdekeiket, hanem ilyen nagyon beszűkült látásmóddal rendelkeznek, legalábbis kívülről nézve? Ez a tehetség hiánya, vagy ennyire bezárta magát Európa, és saját magának a csapdájába csalta önmagát, és ebből már nem is nagyon lehet kitörni? De én azt gondolom, hogy itt inkább ott kell keresni erre a választ, hogy az európai, nyugat-európai és brüsszeli politikai elit jelentős része az Egyesült Államok iránt lekötelezett, elkötelezett. Látni kell azt, hogy azért a nyugat-európai szakértők azért leteszik az asztalra a nyugati politikusok számára is, hogy például a gázembargó, például az orosz piac elvesztése az középtávon milyen fenyegetést jelent Európára nézve. Ennek ellenére az Egyesült Államok által meghatározott kottából játszanak ezek a politikusok, akkor is, hogyha ezzel szembe mennek a saját jól felfogott nemzeti érdekeikkel is. A következő időszakban ugye számos találkozót látunk, most volt a G7-es csúcs, illetve novemberben lesz G20-as csúcs is, ahol elvileg még az sem kizárt, hogy Joe Biden és Putyin egy asztalhoz üljön. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy sokkal fontosabb az, hogy például Putyin és Biden tárgyaljon egymással, mint az, hogy Putyin és Zelenszky tárgyaljon egymással, de egy ilyen tárgyaláson mennyire lehet gesztusokat gyakorolni, és mennyire lehet engedni a 48-ból annak érdekében, hogy valahogy mégiscsak normalizálódjon a helyzet a világban? Én azt gondolom, hogy Putyin-Zelenszky találkozónak a elkövetkező hónapokban minimális az esélye. Tehát orosz részről, ha megnézzük azt, hogy Zelenszky elnök milyen megnyilvánulásokat tett, az oroszok ezt nem fogják se elfelejteni, sem megbocsátani az ukrán elnöknek. Másrésztről az, hogy az amerikai elnök és az orosz elnök között egy tárgyalás novemberben, az akkor lehet reális, hogyha, amiről eddig beszéltünk, hogyha az ősz elejére a harci cselekményeket az oroszok megállítják azért, mert mondjuk elfoglalták a számukra kitűzött célterületeket, és az amerikaiak pedig egyfajta státuszkót tudomásul venni hajlandóak lesznek, és nem feladják azt a céljukat, amit idáig kimondtak, hogy Oroszországot végletesen meggyengítsék, és Putyin elnököt elmozdítsák a hatalomból. Tehát mind a két félnek, hogy úgy mondjam, egy novemberi találkozó előtt
ti hetekben azért kommunikáció szinten is vissza kellene lépnie, hogy utána minél kisebb arcvesztéssel üljön le a két vezető egy asztalhoz. És ön szerint lehet kompromisszum egyébként? Tehát belefér az, hogy mondjuk Ukrajna esetében Oroszország azt mondja, hogy jó, akkor bizonyos területi igényekről lemond, cserébe Amerika meg nem akarja megbuktatni Putyint, meg esetleg visszavonnak egy-két gazdasági szankciót. Tehát mi lehet az a forgatókönyv, ami ilyenkor mindkét fél számára valamifajta megnyugtató kompromisszummal jár? Az a jó kompromisszum, aminél mind a két fél úgy érzi, hogy nyert. És hogy ha sikerül ilyen kompromisszumot kötni, akkor van esély arra, hogy egy viszonylag tartós, ha nem is béke még, az még nagyon messze van, de egy tartós tűzszünetet létre lehessen hozni, vagy ki lehessen alkudni, és megkezdődhessen Ukrajnának az újjáépítése és az embereknek a visszatérése az országba. Amíg nem sikerül egy ilyen kompromisszumot kötni, hanem mind a két fél, mondjuk az oroszok és az amerikai is arra törekednek, hogy a másik rovására a saját előnyüket helyezzék az előtérbe, addig egy értelmes kompromisszum nem fog létrejönni, és egy tartós tűzszünetre is addig nagyon kevés esély van. Itt az időre kell appellálnunk, hiszen látjuk azt, hogy az Egyesült Államok számára is most már ez a konfliktus nagyon komoly gazdasági hátrányokkal is jár egyrésztről, másrésztről pedig az Egyesült Államokban is nagyon komoly társadalmi konfliktusok generálódtak itt a kialakuló gazdasági válság miatt. Tehát abban bízhatunk, hogy sem az oroszoknak, sem az Egyesült Államoknak nem lesz érdeke az, hogy ezt a konfliktust nagyon sokáig húzzák, hanem inkább mind a két fél az őszre hajlamosabb lesz egy értelmes kompromisszum megkötésére. És végezetül egy utolsó kérdés, lehet-e úgy tűzszünetet vagy akár békét kötni, hogy Putyin és Zelenszkij nem ül le egymással, hanem ezt az oroszok és az amerikaiak megbeszélik egymással, és Amerika közvetít? Igen, simán lehet, és utána a végén látunk erre példákat, például az izraeli-palesztin békekötésnél, hogy a legvégén majd nagyhatalmak támogatása mellett a végső aláírási ceremóniánál ül egy asztalhoz a két elnök, de a háttértárgyalásokon döntik el, mielőtt egy ilyen közös asztalhoz leülnének a lényegi kérdéseket. Horváth József, köszönjük szépen! Köszönöm én is.